Köszöntöm Önöket, a minőségi időt látják. A nők körében világszerte az emlőrák a leggyakoribb ráktípus előfordulásában és halálos esetek arányában egyaránt. A márák hazánkban is sokakat érint, a magyar nők között ez a leggyakrabban előforduló daganatos betegség. 2018-ban 8200 új beteget diagnosztizáltak, és nagyjából 2000 nő hal bele a betegségébe. Vendégem a stúdióban dr. Forrai Gábor, radiológus, az Európai Emlődiagnosztikai Társaság volt elnöke, akivel az emlőrák kialakulásáról, tüneteiről és kezelésének lehetőségeiről beszélgetünk. Köszöntjük a műsorban! Köszönöm. Miért lehet ilyen nagy ez a szám 2018-ban? Azt nem tudjuk, hogy pont most miért ilyen nagy a szám. Ez világszerte jelenség. Minél inkább ipari egy ország, ami valószínűleg összefügghet a környezettel, amiben élünk, amiket eszünk, ha nem mozgunk ezekkel, annál nagyobb az emlőrákoknak a száma. Tehát általában a fejlett ipari országokban, és Magyarország ennek számít, minden 8.-9. nőt érint az élete során az emlőrák, azért ilyen sok. Miért a kialakulásában milyen tényezők játszanak szerepet, például egy ipari társadalomban? Nagyon sok tényező van, tehát hogyha megnézzük az interneten, és mondjuk normális forrást találunk az interneten, ott is föl van sorolva nagyon sok lehetőség, az elhízás, a mozgásszegény életmód, sok-sok minden. Tulajdonképpen nagyon egyszerű, hogyha normálisan, egészségesen élünk egyéb szempontokból is, akkor az csökkenti az emlőrák kialakulásának az esélyét. Na, nyilván nem azt jelenti, hogy aki normálisan él, annak nem lesz, aki pedig cigizik és elhízott, és meg sem mozdul a székéből, annak meg biztosan lesz, de az arányok azok egy picit változnak ettől függően. Tehát igazán a tanács, ami adható, hogy normálisan, egészségesen kell élni, mozogni kell, ha lehet, nem kell dohányozni, és ha lehet, akkor nem kell elhízni. Körülbelül ez ennyi. De egyébként az emlőrák az örökölhető is, ha jól tudom, ugye? Meg a génekkel kapcsolatban is kialakulhat. Az emlőrákok döntő többsége nem öröklődik. Tehát a hölgyeknél a 85%-a az esetekben egyszer csak lesz egy emlőrák a családban, de se előtte, se utána, se szülőnek, se gyereknek, se testvérnek nincs, nem is volt és nem is lesz. Tehát ettől szoktak nagyon félni a hölgyek, de azt tudni kell, hogy még hogyha valakinek az édesanyjának van emlőrákja, az sem jelenti azt, hogy ő neki magas kockázata van emlőrákra. Hogyha többeknek van a családban, ugyanazon az ágon mondjuk, az már gyanúsabb, ott valószínűleg öröklődő emlőrákról van szó. De hogyha egy valakinek, még a legközelebbi hozzátartozónak, testvérnek, és az illetőnek egyébként semmi baja nincsen, nem túl valószínű, hogy öröklődő emlőrák van a családban. Körülbelül a 10-15%-a az emlőrákoknak tényleg öröklődő. Ilyenkor a családban több van, tehát általában már addig is több volt, és nem éppen akkor kezdődik, persze kezdődhet akkor is a családban. Ez annyit jelent, hogy erről tudni kell, és egy picit másféle szűrést kell végezni ezeknél a hölgyeknél. Miben más? Normálisan ugye az emlőrák elleni küzdelemnek gyakorlatilag az előbb említetteken túl, tehát hogy normálisan kell élni, az egyetlen módja, hogy mammográfiás szűrésre kell járni. Semmilyen más módszer, akármit is hirdetnek és akármit is ír az internet, semmilyen más módszer nem alkalmas arra, hogy emlőrákokat megtaláljon. Lehet, hogy későn már alkalmas, amikor már nagy az emlőrák, de arra az is alkalmas, hogy az ember megtapintja, vagy saját magának megtalálja valaki. Igazán nem ez az emlőrák elleni küzdelem, hanem az, hogy mammográfiás szűréssel sok évvel azelőtt, hogy tapintható legyen egy emlőrák, és tapinthatóvá válna egy emlőrák, illetve tüneteket okozna, illetve áttéteket adna, és az életeket veszélyeztetni, az előtt meg kell találni mammográfiás szűréssel, és ennek egyetlen módja, hogyha az ember eljár mammográfiás szűrésre. Az öröklődő emlőrákos betegekre visszatérve az előző kérdésére, őnekik nem elég a 2 évente mammográfiás szűrés, ami a normál magyar szűrőprogram, hanem nekik mindenképpen évente kell menni, és egyéb kiegészítő lehetőségek is vannak, akinek ez indokolt. Nyilván annak, akinek nem indokolt, annak nem kell, de akinek indokolt, annak például emlő-MR vizsgálat, szűrés is szóba jöhet, hogy szükség lehet rá. De ez csak az öröklődőekre vonatkozik, hangsúlyozom, ez nagyon fontos. Akkor azt mondja, hogy egy mammográfiás szűréssel már évekkel a tünetek előtt megállapítható, hogy valakinek már rákja lesz? Ezt úgy kell elképzelni,
szokták ezt illusztrálni azzal, hogy amikor már valakinek pingponglabda vagy akár teniszlabda méretű a daganata, akkor az könnyen tapintható, mert hogy az nagy. Ez nem minden esetben van így. Tehát van olyan, hogy valakinek akár 10 centis is lehet az emlő daganata vagy a daganat kezdeménye, és az égvilágon semmi tünete nincs, és nem lehet semmit tapintani. Mammográfiával viszont már a 3-4 mm-es daganatok és daganat kezdemények is jól felfedezhetők. Nyilván a biológiában sosincs 100%, tehát vannak olyanok, amik el tudnak bújni, de ez nagyon-nagyon kevés. Tényleg nagyon kevés. A többsége az könnyen megtalálható, csak el kell menni mammográfiás szűrésre. De az ismétlem, hogy amikor a valami nagy meg tünetet okoz, akkor az már elég késő. Addigra valószínűleg már áttétet adott, és addigra valószínűleg már baj van. Nyilván nem kötelezően, de itt most az 5-6 centis hatalmas daganatokról beszélünk. Egyébként hány éves nőket érint leginkább ez a betegség? Hogyha megnézzük a görbét, akkor körülbelül 30 éves korban kezd el ez emelkedni. 30 éves kor alatt emlőrák rendkívül ritka. Egy-egy van, tehát aki nagy központban dolgozik, az találkozik egy-egy ilyennel, de ezt úgy kell elképzelni, hogy egy központban, ahol 10 000 beteg van, vagy 10 000 hölgy fordul meg egy évben, 3-4 évig sincsen 20 éves emlőrák. Tehát ez tényleg egy nagyon ritka betegség, de előfordul. 30 éves korban már ezek vannak, előfordulnak, és sajnos elég agresszívek a fiataloknak az emlődaganatai. Például azért, mert az öröklődőek részben ebben a korosztályban vannak, másrészt azért, mert a daganat is ugyanolyan, mint a sejtnek, a szervezetnek a többi sejtje, amíg fiatal, addig aktív nő szaporodik, amikor meg idős, akkor meg lassabbak a sejtek. Ez a daganatokra ugyanúgy vonatkozik. Tehát 30 éves korban már vannak emlőrákok, és a 40-es életkorban kezdődik igazán, és 50, 60, 65, 70 évesen a legtöbb. Tehát igazán 60-65 évesen a legtöbb emlőrák, és ide tartozik az a legfontosabb üzenet, hogy a magyarországi szűrőprogram az 45 és 65 éves kor között hívja be a hölgyeket 2 évente emlőszűrésre. Ez nagyon rendben van, főleg ami a 45 éves kezdést illeti, mert ez alacsonyabb, mint sok fejlett országban. Tehát ez így nagyon jó. A 65 éves befejezéssel van a gond, mert 65 éves korban van szinte a legtöbb emlőrák, tehát ebben az életkorban a szervezet szűrést be lehet fejezni, de fel kell hívni a figyelmét mindenkinek, hogy saját magától, saját kezdeményezésre kérjen időpontot, kérjen beutalót, vagy menjen el privátba, teljesen mindegy, hogy, de egy vagy két évente járjon szűrése 65 éves kor után is, addig persze, amíg egészséges. De valóban a legtöbb emlőrák idősebb korban van, tehát 60-65-70. Egyébként mennyire jellemző, hogy maguktól eljárnak szűrésre behívás nélkül az idősebb nők? Bármilyen életkorra vonatkozik ez, hogy van egy réteg, akik normálisan eljárnak és odafigyelnek magukra, még hogyha nem hívják mondjuk egy adminisztratív hiba miatt, akkor sem hagy ki 2 évnél többet, hanem akkor saját maga elmegy és kér egy beutalót, vagy kér egy időpontot, és valahol elvégezteti a szűrést. A behívó levélre, tehát amit az állam nevében küld ki a szűrőközpont, arra körülbelül 45% a válasz, tehát körülbelül 45%-a a hölgyeknek eljön a 45-65-ös korosztályban. Utána nyilván nem tudjuk, hogy hányan jönnének el, mert nem küldünk levelet. De az az általános tapasztalat és számolás, hogy a 45%-on felül, akik a behívó levélre jönnek el, még körülbelül 15% elmegy máshova saját maga a kezében tartva a saját sorsát és intézi saját magának. A korosztályon kívüliekről nem tudunk. Tulajdonképpen 40 éves korban célszerű elkezdeni az emlőszűrést, legalább 2 évente mammográfiával, és folytatni, mint mondtam, addig, amíg még az ember egészséges, akár 80 éves korában is teljesen nyugodtan kell járni mammográfiás szűrésre. Egyébként van olyan statisztika vagy tapasztalat, ami azt mutatja ki, hogy akik nem járnak szűrésre, és mégis betegek lesznek, akkor azok általában meg is halnak, tehát nem lehet már kezelni? Ennyire durván ezt nem lehet mondani, de olyan statisztikák egyértelműen vannak, és ez nagyon régi statisztikai eredmény már, hogy akik nem járnak szűrésre, azoknak nagyobb méretű és előre haladottabb daganatokat találnak. Ez nem meglepetés. Tehát akinek megtalálják tünet nélkül 3-4 mm-esben a daganat kezdeményt, ami még nem is daganat, azt onnan kiveszik,
és eltüntetik, és na, akár még más kezelés nem is kell, csak egy pici műtét, nem is a melléről van szó, csak egy pici területről, az meggyógyult, és soha többé nem lesz semmi baja. Aki meg megvárja, amíg abból emlőrák lesz, és rendesen kifejlődik, és ezek akár 5-8 évig is fejlődnek, amíg tapinthatóvá válnak, és nagyok lesznek, az meg nyilván rosszabb esélyekkel indul az életben. Ez nem egy nagy meglepetés, de a statisztikák megvannak erre, és sokkal magasabb stádiumú daganatok vannak azoknál, akik nem jártak szűrésre. Egyébként matematikailag nem bonyolult a kérdés. Mondjuk a fele eljár a hölgyeknek szűrésre. Pontosan darabra tudjuk, körülbelül 40 éve, amióta mammográfiás szűrésről beszélünk, hogy ha elkezdünk szűrni, és jó technikával jó szakemberek csinálják, akkor hány darab, és milyen méretű, milyen stádiumú, milyen szövettanú elváltozást fogunk találni. Ez előre megmondható. Tehát ha nem ez jön be, akkor valami nem jó a szűrésben. Tehát ez egy nagyon jó kontrollálható tevékenység, arról az oldalról is, hogy az a központ jó-e, meg a szakemberek jók-e. Tehát ez egy nagyon jó orvosi tevékenység, nagyon ritka, ami így kontrollálható. És folytatva a gondolatot, hogyha abban a felében a nőknek, akik eljárnak, tudjuk, hogy pontosan mennyi van, akkor a másik felében is az van, csak kint sétálnak az utcán, és nem tudják, hogy benne van a mellükben. Ez nem kell statisztika se. Egy kicsit beszéljünk a szűrésről. Sokan valószínűleg félnek tőle, nem? Mert hogy régen volt ilyen információ, hogy esetleg sugárveszélyeztetett lesz, aki elmegy. Milyen egy ilyen szűrés? Hogy képzeljük el? A sugárra kell reagálnom. Röntgensugár nélkül is mammográfiás szűrés. De ez a röntgensugár mennyiség, ez annyira kevés, hogy ez semmit nem befolyásol. Én nem tudom, hogy kiknek áll érdekében terjeszteni ilyeneket, de az biztos, hogy soha még mammográfiás szűréstől senki nem károsodott. Kétségtelenül a röntgensugár az egy veszélyes dolog elvileg, ha rengeteg. Tehát mondjuk a Csernobil sorozatban röntgen és ilyen jellegű sugarakról beszélünk, valaki besugaraznak olyan erejű sugárral, az meghal. Ez Csernobil, de itt nem Csernobilról van szó, hanem olyan mennyiségű sugárdózisról, amit például valaki fölül a repülőre és elmegy New Yorkba, körülbelül annyi egy mammográfiás szűrésnek a dózisa. Olyat még nem hallottam, hogy valaki attól meghalna, hogy New Yorkba megy repülővel. És a stewardesseknek sincsen több emlőrákja. Tehát igazán nem értem, hogy ezek honnan jönnek ezek az ötletek. A mai korszerű digitális mammográfok még annál is kevesebb röntgensugárral dolgoznak, mint a régiek a 80-as, 90-es években, és azok sem ártottak. Ez nem egy komoly sugármennyiség, ebből nem lesz senkinek semmi baja, enélkül viszont nem lehet megcsinálni a mammográfiát, és nem derül ki, hogy emlőrákja van. Itt mindig azt kell mérlegelni, hogy mi a fontosabb. Ha az a fontosabb, hogy az életét megmentsük azzal, hogy megtaláljuk 5 évvel korábban azt az elváltozást, ami 5 évvel később megölni, akkor valószínűleg célszerűbb ez egy minimális sugárterheléssel. Térjünk most át arra, hogyha valakinek megállapítják a mellrákot, akkor ott utána mik a következő lépések, hogyan lehet rajta segíteni? Tehát a szűrésnél ugye 4 felvétel készül, és az asszisztensnő megtapintja a mellét a hölgynek, vagy az orvos, attól függ, hogy szervezett szűrésről beszélünk, vagy egyéniről. A mammográfiás felvételeket a szűrőállomásokon 2 radiológus orvos értékeli, 2 általában licensz vizsgával rendelkező, ez egy speciális vizsga, amit letesznek a radiológusok, hogy emlőt csinálhassanak, és 2 ilyen doktor megnézi a felvételeket, és hogyha ketten sem látnak rajta semmi gyanúsat, akkor a következő szűrésig semmi tennivaló nincsen. Ha bármelyikük lát valami gyanúsat, akkor visszahívják a hölgyet, és kiegészítő vizsgálatok történnek, például ultrahangvizsgálat, vagy nagyított felvétel, vagy valami ilyesmi. Egy kis részüknél a hölgyeknek mintát kell venni abból az elváltozásból, amit kiszűrtek, tehát amit találtak, és a biopsziából, tehát ez egy tűszúrás, abból kiderül, hogy az jó indulatú, vagy rossz indulatú. Értelemszerűen, ha jó indulatú, akkor el kell felejteni, és nem foglalkozni vele. Ha rossz indulatú, akkor pedig történik egy tím megbeszélés, tehát az ebben résztvevő szakmák összeülnek, radiológia, patológia, sebészet, onkológia, és megbeszélik, hogy akkor azzal az adott beteggel mi legyen, tehát mi a javaslat
milyen műtét, milyen kezelés, milyen sorrendben. És akkor megtörténik a műtét. Arra is van statisztika, hogy akiknél szűréssel, tehát tünetmentesen elmennek szűrésre, és úgy találják meg az emlőrákot, kisebb a műtét, tehát ezeknél a hölgyeknél sokkal kevesebbszer fordul elő az, hogy az egész mellét le kell venni. Általában egy pici műtétről van szó, ahol egy pingponglabda méretű területet ki kell venni a mellből, és még szépségben sem történik semmi változás. A kezelések, tehát az egyéb kiegészítő gyógyszer, sugár, ilyesmik szintén kevesebbre van szükség, és kiméletesebbre van szükség, hogyha szűréssel talált daganatokról beszélünk. Tehát nem érdemes megvárni addig azt, amíg az a daganat meglesz, és sajnos statisztikák tudják a dolgukat, hogyha egyszer a statisztika azt mondja, hogy minden 8.-9. nőben az lesz, akkor az lesz. Minap olvastam, hogy Olivia Newton-Johnnál már harmadszorra mutatták ki a mellrák tüneteit, vagyis hát a... Magát a mellrákot. Igen, mellrákot. Hogy lehet, hogy újra meg újra visszatér? A mellrák az egy csúnya betegség. Tehát a szűrés az ebben egy sikertörténet, hogy egy ilyen súlyos betegséget szűréssel teljesen meg lehet gyógyítani, és utána 30-40 évig él az ember tovább. De a kialakult emlőráknál vannak olyanok, hogy több gócú emlőrák van, kiújuló emlőrák van, áttételt adó emlőrák van. Ez sajnos egy daganatos betegség, ami egy veszélyes betegség, tehát tud bajt csinálni, ki tud újulni, a legjobb kezelés ellenére is. Nem hiszem, hogy az említett hölgy ne kapta volna meg a világ legjobb kezeléseit. Sajnos a betegség az elég erős, és hogyha későn kerül felfedezésre, vagy egy pehjes formáját kapja el valaki, akkor azzal nagy vesződés van, és kiújulhat, és hát a végén akár baj is lehet belőle. Milyen jelenlegi kutatások vannak, amik a gyógymódok jobbá és jobbá fejlesztésén dolgoznak? Hát folyamatosak a kutatások, tehát mindegyik szakma, a sebészet, az onkológia, radiológia, patológia, mindegyik szakma, ami ebben általában a legtöbbet részt vesz, fejleszti a saját technikáit, a saját tudását, tehát gyűjti az adatokat, csinálja a statisztikákat. Mindegyiknek megvannak a maga dolgai. A sebészetben például fontossá vált az, hogy szép legyen a műtét után. Tehát, hogy olyan műtétet végezzenek, hogy utána a hölgynek a nőiességében és a saját érzésében ne essen csorba. Tehát még akkor is, hogyha nagyon komoly, kiterjedt műtétet kell végezni, akkor is nagyon szép pótlásokat tudnak csinálni, amiket felületes szemlélő akár észre se vesz, hogy az nem egy igazi, mert tényleg nagyon szépen meg tudják már csinálni. Különböző ilyen plasztikai technikákkal. A patológia az egy nagyon bonyolult szakma, ott nem tudnék ilyen kézzelfogható dolgot mondani, hogy mi az, ami most került felfedezésre, de ott is vannak olyanok, hogy talán úgy lehetne magyarázni, hogy a legjobban szétválogatni, hogy milyen típusú az az emlőrák, tehát még több részletet tudunk az emlőrákról, és így a kezeléseket is egyre jobban meg lehet válogatni, tehát a patológia ebbe az irányba fejlődik. A radiológia, tehát a diagnosztika, a mi szakmánk, az pedig a szűrések által, meg a célzott mintavételek által fejlődött egy csomót. Ugye eleve a mammográfok digitálisak lettek, amitől sokkal nagyobb lett a felfedező képességük. Tehát vannak olyan daganat kezdemények, amiket 3-4-szer annyit fedezünk fel, mint a 90-es években, egészen egyszerűen azért, mert jobb a technika. Tehát jobb lett a mammográf, meg a képfeldolgozó technika. Az ultrahangok is egyre jobbak, a mintavevő lehetőségek egyre ügyesebbek, tehát pici pár milliméteres dolgokat, mondjuk egy néhány mikromesszesedést, egy pici mészszemcséket meg lehet célozni úgy, hogy nem kell felvágni a mellett, hanem egy tűszúrással ki lehet ezeket venni, vagy mintát lehet belőlük venni, és a patológus a mikroszkóp alatt meg tudja mondani, hogy az ott egy daganat kezdemény, mondjuk 3 milliméteres, vagy egy semmi. Ez nagyon nem mindegy. Ezek gyönyörűen meggyógyulnak ezek az esetek, mert el se jutnak odáig, hogy emlőrákká váljanak, hiszen már daganat kezdemény formában eltüntetik onnan egy pici vágással, vagy egy pici szúrással. A jóindulatú csomóknál, például fibroadenomáknál, ami nagyon sok hölgynek van, van egy új lehetőség, egy úgynevezett fagyasztásos lehetőség, a krioterápia, krioabláció, amiket végzünk, ami azt jelenti, hogy nem kell felvágni a mellett egy fibroadenománál, hanem egy tűvel, egy szondával
folyékony nitrogénnel el lehet fagyasztani, és gyakorlatilag tönkre tenni azt a jó indulatú daganatot, ami lehet, hogy nagy és tapintható, és 4 centis, és 3 centis, és egy tűszúrással megoldható egy félórás ambuláns beavatkozással. Tehát mindenhol megvannak a jobbnál jobb technikák. Az emlő MR nagyon-nagyon jó, az arra való, például a magas rizikójú hölgyeknek, az ilyen öröklődő daganatoknak a szűrésére nagyon jó. Arra is nagyon jó, hogyha van egy daganat, akkor megtudjuk, hogy az egészen pontosan mekkora. Tehát, hogy a műtét, neoműtét után derüljön ki az, hogy benne maradt egy része, vagy nagyobb volt, mint amit gondoltunk az előző vizsgálatokkal. Tehát a daganatnak az igazi kiterjedését még sokkal jobban meg lehet mondani, még pontosabban. Tehát minden fejlődik folyamatosan. Szerintem a lényeg az az, hogy a hölgyek igénybe vegyék ezt, mert anélkül, hogy valaki elmenne mammográfiás szűrésre, nem fog részesülni abban a szerencsében, hogy a 2000-es években él, és nem az 1900-as években, mert most már sokkal több lehetőség van ezeknek a betegségeknek az elkerülésére és életben maradásra. Igen, itt többféle gyógymódot is említett, amelyekről bevallom őszintén nem is hallottam. Mik a legnépszerűbbek, vagy melyek azok, amiket a leginkább keresnek a betegek, vagy amelyik a legjobban segítenek? Hát ugye ezek folyamatosan változnak, tehát azt nem lehet mondani, hogy melyik a legjobb módszer az emlőráknak a meggyógyítására, mert nem is egyfajta emlőrák van, hanem nagyon sok, meg daganat kezdemények is vannak. Én azt gondolom a legfontosabbnak, hogy aki választ magának egy orvost vagy egy orvos csapatot, az bízzon benne, hogy azok jól képzettek, tudják a dolgukat, és napra készek, felkészültek, és jó a hely felszerelés szempontjából, meg szakképzettség szempontjából. Igazán ezt nagyon nehéz egy laikusnak leellenőrizni, hogy pontosan, vagy beleszólni abba, hogy pontosan milyen fajta kezelés történik. Egy daganatos kezelésnek, a daganatos betegségnek a kezelése az annyira bonyolult és annyira folyamatosan változik, hogy itt inkább azt emelném ki, hogy bízni kell abban a csapatban, és csinálni, amit mondanak, mert jót akarnak. Tehát bármennyire is meglepő, ellenkező híresztelésekkel szemben az orvosok jót akarnak. Tehát azért mennek erre a pályára, mert szeretnének segíteni a betegeken, nem ellenfelek. Tehát, hogy talán így kell tekinteni. Tudom, hogy a reklámokban állandóan azt írják, hogy az orvosok meg a gyógyszergyárak mennyire ellenségesek, de ez nem így van. Ezek arra valók, hogy segítsenek az embereken, ez az alapfunkciójuk. Mellesleg nyilván a gyógyszergyárak szeretnek pénzt keresni, de attól még az alapfunkció az, hogy segítsenek a betegeknek. Többször említette, hogy a MR-áknak van nagyon sokféle típusa, azon kívül jó indulatú vagy rossz indulatú. Még ezekről beszéljünk egy kicsit, hányféle és miért van ennyiféle típus? Hogy miért van, azt nem tudom megmondani, ugye nagyon sokféle betegség van, és minden betegség, a bonyolultabb betegségeknek sokféle altípusa van. Ez így alakult ki. Mindenféle sejtek tudnak szaporodni, és mindenféle sejtek tudnak megbolondulni, és daganattá rákká változni, és ennek megfelelően különböző fajta daganatok vannak, és mindegyiknek teljesen más a kezelése. A lényeg szerintem, amit erről tudni kell, hogy vannak a kialakult emlőrákok, tehát az úgynevezett invazív emlőrákok, azok a veszélyes daganatok, amik már áttétet adnak, és veszélyeztethetik az ember életét. És vannak az úgynevezett in situ daganatok, azok a daganat kezdemények, amikből jó eséllyel nagyon sokból ezek közül igazi emlőrák lesz, de ezeket, hogyha ebben az állapotban fedezzük fel, az azért jó, mert ezek még nem adnak áttétet, tehát nem veszélyeztetik az életet. Tehát a mammográfiás szűrésben nagyon sokszor van, hogy le van írva a leletben, hogy csoportos mikromeszesedést találtak a radiológusok, az azt jelenti, hogy sok pici mészszemcse van egymás mellett, és hogyha ezeket elemezzük és daganat gyanúsak, akkor kell belőle mintát venni, és egy részükről ki fog derülni, hogy valóban egy daganat kezdemény indult ott el, lehet, hogy még csak 5 mm, vagy 10 mm, vagy akár 20 mm, de még csak kezdemény. Hogyha azt ebben az állapotban eltávolítják, akkor nem lesz áttét, és nem lesz az életveszélyben. Tehát erről ezt kell tudni, azt hiszem ez a két fő csoport, amit viszont tudni kell, mert ez megmagyarázza, hogy miért kell szűrésre járni, mielőtt még abból a daganat kezdeményből az évek során igazi daganattá keletkezik. Összefoglalólag így a beszélgetés végén, tehát mi az, amit a megelőzésért tenniük kell a veszélyeztetett korosztálynak főként? A lényeg, azt hiszem, amit ki kell hangsúlyozni, hogy mammográfiás szűrésre kell járni.
40 éves kortól javasolt ez, 45 éves kortól kezdve pedig már levelet fog mindenki a lakóhely szerinti címére kapni, és 2 évente történik a szűrés. Vannak országok, ahol évente történik, például az Amerikai Egyesült Államokban, az is egy lehetőség, ezt mindenki eldönti, hogy saját maga szervezi meg évente a szűrését saját magának, vagy pedig él az állam által biztosított 2 évente történő szűréssel. A lényeg az, hogy a 2 év az ne legyen 3, meg ne legyen 4, ne legyen 5, és főleg ne legyen az, hogy valaki saját maga úgy dönt, hogy őnek erre nincsen szüksége. Minden egyes nőnek pontosan ugyanannyi esélye van, közel 10% esélye van arra, hogy az élete során emlőrákot kapjon. Ami egy borzalmas betegség, és nagyon veszélyes, és bele lehet halni. Ha ezt meg lehet azzal úszni, hogy az ember 2 évente elmegy, megnyomják egy picit a mellét, ami az ellenkező híresztelésekkel szemben egyáltalán nem fájdalmas, nyilván lehet, hogy kellemetlen, mert ha a kezemet nyomják, meg is kellemetlen, de azért azt kibírom, egy emlőrák az annál sokkal kellemetlenebb, és sokkal rosszabb következményei vannak. Tehát úgy gondolom, hogy a legfontosabb üzenet az az, hogy el kell járni mammográfiás szűrése mindenkinek. A további módszerek pedig, amiket ajánlanak, vagy amiket az emberek kitalálnak, tehát se a kuruzsló módszerek, amikkel tele van az internet, se pedig az emlő ultrahang önmagában mammográfia nélkül nem alkalmas szűrésre. Tehát egyik sem jó, és mind a kettőnek ugyanaz a vége, hogy késő van, kialakult az emlőrák, ott vannak az áttétek, kész a baj, és belehal az ember. Tehát azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy ezt ne próbálja meg kitalálni valaki, és egy hirdetés alapján eldönteni, hogy neki jobb lesz, hogyha eljár X kuruzsló módszerre, hanem a mammográfiás normális rendeléseket kell igénybe venni, teljesen mindegy, hogy állami vagy privát, de rendes, igazi mammográfról beszélünk, nem pedig ilyen vagy olyan előttaggal ellátott mammográfról, mert ez is van, hogy csalásból mammográfnak hívnak valamit, de nem az. Tehát normál mammográfiára kell járni, ez a lényeg. És a szűréseken kívül pedig a minél egészségesebb életmód, ugye, ha jól mondom. Ebben teljesen igaza van, ezzel kezdtük, és akkor ezzel fejezzük be a beszélgetést, hogy normálisan kell élni. Ez ennyire egyszerű. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Jó, szívesen. Önöknek köszönjük a figyelmet, a minőségi időt látták. Műsorunkat visszanézhetik a Hegyvidék TV honlapján. Viszontlátásra!